Itt vagyunk újra, ez már a második alkalom, hogy eljutottam a játék végéig. Most már teljesítettem az invertált módokat és gyűjtögettem a drága köveket, tökéletes relikviákat is. Újra az utolsó dimenzió, újra a toxikus alag. Vágjunk bele! Sziasztok, én Peti vagyok és üdvözlök itt mindenkit egy vadonatúj Crash 4 részben. Közeledik a végigjátszás vége, csak el fogom érni a 106%-ot. Te is vártad már ezt a dimenziót, akkor egy lájkot dobhatsz és mindennapi Crash videókért feliratkozhat. Rétiszképet tényleg egyszerű volt invertáltba teljesíteni hibátlanul, Next dimenzió teljesítve, és akkor jövünk ide a Cortex szigetére. Fú, 5 darab pálya, ebből egy boss és egy idővonal, kezdjük ezzel a Seeing Double-lel. Ide már mind a 12 drága kő kell a skinért, Cortex-el megyünk normálon. Na jó, van, kezdjük. Ó, ez a laborasszisztens. Cortex. Oké, akkor innen indulunk, ott van az a laborasszisztens, ott hát nem csinál sok minden. Itt van a felkiáltójeles, lássuk, ez akkor nyitja. Ott van egy TNT és robbantjuk, itt pedig végig pattogózunk mindegyik dobozon, és utána mehetünk egyenesen tovább. Egy akadály átugorjuk, itt a felkiáltó jeles, rálövök, érkezik a platform, itt pedig így csak jobbra tudok menni. Á, ne, de most mi? Na jól kezdődött, tehát már akkor átugrottam, hogy egyből leestem, na semmi gond. Itt vagyunk újra, és itt az első checkpointunk, itt van a denevér, itt akkor jellizzük, és akkor, megint túl megyek, várjál, ja itt a nitro. Ezt akkor nem robbantom, hanem jövök ide, és akkor lőjük. Hogy lőtt a... Na mindegy. Itt felpattogózunk egy, kettő, és ott van még egy harmadik is. Innen kell deselni a platformra, jó. Aztán ott lesz TNT robbantás, utána megyek tovább, és nem bírok el. Na deseltem ideig, ez itt jó. Itt pattogós dobozok vannak, felül is van egy, és egy képen ott van Baby Cortex. Jó, akkor itt tovább lesz, úgy látom ott még. Hát azt úgy rossz helyre blokkoltam. Jöjjön közelebb az a denevér, állj meg. Állj. Így most ráugrok. Várjunk, hogy is van itt. Egy dobozt, ez itt alulról meg kell szerezni, utána pedig itt ez, jaja, ott megállítja a lézert, jó. Hó, de visszajön, úgyhogy az már időre megy. Nitrohoz hadd maradjon ott. Ott a platform fölött nyitva az az ablak, oda kell nekünk visszajutni. De előtte még így, és ja, itt van ez a fölfelés, innen pattogunk tovább ide, ott az oké, és ide, ne! Tyú, majdnem leestem. Akkor innen tovább, és akkor ide be tudunk ugorni, jobbra haladunk, akkor megakadunk, és ott vannak a dobozok. Azokat szét lehet lőni, illetve a rejtett drága kő is itt van. Ajde, gyorsan lövöd. Ó, őt nem lehet eltalán? De kár. Na menjünk, akkor nézzük itt megint így a lézerekkel kell. Együtt kell mozogni azzal a platformmal. Jó, ezt megtettem. Itt pedig, ó, most megint? De most közben ott lesz egy... Aj, várjál, így. Hát ez... Itt a checkpoint. Pont onnan a széléről lövöldöz. Na, várjunk gyorsan. Jó. Ide felugrálok. Azt mondja, hogy... Ja, de várjál, jobb szélen ott van egy doboz még, úgyhogy ugrok erre, aztán dash előre, rá a platformra, lövöm a nitro. Fú, ez így nem egy... Ne, de mi a... Ugrással kell itt menni, és utána pedig ide gyorsan. Fú, nem egyszerű, de pont le... Várjál. Oda fel akarok jutni, innen pedig erre akarok jutni, de az belevisz a lézerbe, mi tudtam, hogy a... Szóval el kell találni azt a denevért, ráugorni, a másikat zselézni, erre ráugorni, innen pedig akkor mondjuk... De pont eltalál! Na jó, és akkor hoppá! Hát vezető videót nézzük, csak jön Cortex, meg két laborasszisztens, oké. Well, I'm you from the future, you idiot! I'm not an idiot! You're the idiot, idiot! Get him! Fel a kezekkel, Cortex, és akkor így vesszük át az irányítást. Ez volt a Cortex kastélyába akkor. Így történt az első találkozás. Na mehetünk, akkor néhány nitro van itt elhelyezve, itt mi újság. Jó, és akkor checkpoint, na lássuk, Lani Loliva. Jaj, igen. Ott lent egy doboz? Na jó, kezdődik már ez a furcsaság, azt mondja, hogy így. De várjál, itt átváltok, visszaváltok, ezzel le, pörgés, indítás, ugrás, lassítás, de még ott felül is, Na még egyszer, várjál csak így, ezt beindítom, lassítom az időt, akkor azt ott felül el pörgöm, lejövök ide,
ott is ott van egy ikaikás, de hamar nyomó. Várjunk, akkor most nyomom meg, pattanok egyet, vissza, és nem igaz. Vissza, és most a checkpoint, fú te. Ugrok, így azt töröm, TNT, tovább kupunava, így nyitán, ikaika, ez ismerős, ez nem nagyon változott, úgy tűnik, hogy nem. Ott van fent a TNT. Akkor ezt úgy kellene, hogy innen felugrok erre, innen felugrok erre, akkor innen pedig fogom és elpörgöm egy. Na de jól vagyunk. Így ez elindul, tovább a kis vonat, ott van fent, jó. Ugrok tovább, hát itt nem nagyon változott, úgy tűnik, ez itt maradt így. Aktiválom ezt, lehasalok, elkérem Kupunovát, aztán itt végig ugrok, itt kell ika-ika, lassítom az időt, kicsúszok. Itt ugrok kettőt, váltok vissza, váltok ide, és kész vagyunk, na lássuk. Fú, azt mondja, hogy ismerős volt a második része, túl sok változat. Hoppá, egy trófea, whole picture. A Cortexes az tényleg nehéz volt, a trófea az azért kaptam, mert meglett az összes idővonal teljesítés. Na nézzük akkor invertáltan. Hú, mi ez? Mi történt itt? Olyan, mint egy retro játék, vagy mi történt? Hát figyeld már. Még a zene is tiszta, meg pontok van, azt a... Az igen, hát. Oké, hát a dobozokat megmutattam, most már a rejtett drága követ fogom, de hát ez a zene nagyon király így amúgy, ez tök tiszta nosztalgia pedig. Ez egy új játék, ilyesmi, de aztán, hát ezt nem váltam volna. De tényleg, mert visszamegyünk a múltba, és akkor a múltos invertált maguk. De még pont számláló is van, figyelj! Hát ez kegyetlen jó. Ha nem lenne ilyen pixeles, az, de hát ez ezzel jár. Hát ez jó. Meg a zenét is megcsinálták külön. Hát így ki lehet csalni a végtelen pontot, figyeld, így rajta tartjuk aztán. Ide azért, ho, attól, hogy a rejtett drága kő nem itt van, attól még ide be kell jönni a dobozokért. Hú, na sikerült eljutni Crashig. Jó, még a pörgésnek is olyan régi retro hangzása van. Na szóval, akkor itt kell Akano-t aktiválni. El nekem Akano, aztán vele csak ide jövök, mert ott már látszik, ott van felül az a rejtett drága kő. A dobozról kellene felpattanni, vagy pedig Akano-val elrepülni, akkor ott egyből felkapja azt a másik maszkot, hogy ez így nem egyszerű. Így átrepülöm, hogy lehet, hogy mégis lehet Kupunavával, hogyha innen felugorhatok rá, vagy innen felugrok a dobozra, és jaj, dobozról, jó, így is meg lehet amúgy, így is Kupunavá. Azt hittem csak Akano van. Na de akkor itt van a rejtett drága kő, és kész vagyunk. Hát itt most 19-szer haltam meg azért, mert hogy szórakozni kellett a drága kővel. Na jó, akkor ez kész, a hozzátartozó pályát teljesítem, Cortex kastélyát. De ezt elég jól teljesítettem, néhány dobozot maradt, meg ez a Sing Double miatt lehetett látni néhány doboz, de az a TNT-s az olyan volt, de megmutatom itt is teljesen. Szóval itt az elején ezen a platformon maradunk, lehasalunk, és amikor eléri a legmagasabb pontját, akkor felugrunk ide, visszaváltunk és csak ráesünk, utána mehetünk tovább, és ahogy ezt elpörögjük, átváltunk, visszaváltunk, megyünk a platformmal, mert azt a tízeset szeretném, hát ha még most nincs rá idő, nem baj, akkor ide feljövök. Itt egy doboz, kell várni a megfelelő pillanatot, aztán visszaugorni. Első checkpoint, le kell lassítani az időt, és akkor legyőzni az ellenfeleket. Egy doboz van odafent, lassítás után lehet azt szépen elpörögni. Ide nem muszáj használni azokat a pengéket, fel lehet így csúszva is jutni. Itt viszont ennél a résznél már muszáj, úgyhogy állítsuk, vagy hát lassítsuk le az időt, nagyjából amikor középen van, és úgy tovább tudunk jutni. Itt a bónusz. A bónuszt azt mutattam, itt jól be kell gyakorolni a képesség használatát és elengedését, hát ez nem egyszerű, de most már azért egyszerűnek tűnik, de sokat kellett, csak akkor pattogjunk vissza, így 39/39. Itt a középső pengére kell figyelni, elég erre rácsúszni, és utána tovább ugorni, itt a következő checkpoint. Itt Akano-val kell pattogózni, rejtett doboz vagy ilyen különleges nincsen. Amilyen tanácsom van az, hogy innen pattanva aktiváljuk Akano-t, és utána menjünk tovább. Itt ne felejtsük el a TNT-t is aktiválni, itt szintén, utána mehetünk tovább. Aktiváljuk ezt a TNT-t, a felsővel még nem foglalkozunk, viszont a checkpoint után már igen. Ide szélre itt végigugrándozunk, a legszélső dobozt azért hagyjuk meg magunknak, onnan lendüljünk tovább és ugorjunk, itt vagyunk. Itt nem muszáj használni ezt a platformot, anélkül is végig tudunk menni az akadályokon. Jó pillanatba kell használni a képességét Ika-Ikának. Na itt kell ügyesen és türelmesen haladni, vigyázni kell a pengékkel és a lézerekkel is, de ha türelmesek vagyunk, akkor tényleg
végig tudunk menni. Ezt ilyen csúszva dupla ugrással át lehet ugorni, szóval aki akarja, ezt megvárja, és akkor kész. Na és eljutottunk idáig. Itt csatlakoztunk a Sing Double pályánál. A dobozok elhelyezése túlságosan nem volt megváltoztatva, és a checkponttól folytatjuk. Ideugrunk, váltunk, dupla ugrás vissza, elkapjuk Akanót, aktiváljuk Kupunavát, aztán csak ide leesünk. Ikarikával kell óvatosan. Wow! Hát itt az első halálom, pedig meg lehetett volna. Nem egyszerű ez, de csak sikerülhet. Akanóval megyünk tovább, aktiváljuk a következő maszkot, megint aktiváljuk Laniloli, na és akkor itt van az, ami kell nekünk. Innen felugrunk a lézer... De mondom, felugrunk a lézertartó! Felugrunk a lézertartóra, onnan felugrunk ide, és itt van a rejtett drága kő. Innen meg alig másabb, nem tudjátok, hogy hogyan fejeződik be. Pedig meg lehetett volna a flashback tape is, meg minden. Na nem baj. Lényeg, hogy haladás, mert már sokkal kevesebbszer haltam meg. Jöhet az invertált. Megint az a retro zene. De már tudjátok, mi merre van, mutatom a rejtett drága követ. Kész a bónusz. Na és akkor itt vagyunk, Akanót kapjuk meg, és itt éppen felettünk van a rejtett drága kő, de hát persze, hogy nem érjük el. Szóval azokat a TNT-ket kell nekem használni, ahhoz, hogy én azt elérjem. Így ugorhatunk fel, és így van meg a rejtett drága kő. Aztán utána a TNT nélkül lehet, hogy át lehet repülni, de én nem tudok. Szóval, ja, és kész vagyunk. Jó ez a pálya amúgy. Na akkor menjünk vissza a dimenzió elejére. Nitro Processing című pálya következik. Megyek először normálon. Köszönöm nektek az útmutatást és tippeket, trükköket, amiket a hozzászólásokba tettetek. Ezért tudom már ilyen jól a pályákat. Úgyhogy ha ideig eljutottál a videóba, csak írj egy hozzászólást, hogy nagyon szívesen. Aztán majd kiderül, hogy ki látta ezt. Szóval ez egy elég hosszú, de egy normális pálya, ami az utolsó dimenziót illeti, mert tényleg nehéz. De türelemmel és tudással, tapasztalattal lehet teljesíteni. Túl sok rejtett doboz nincsen, de azért nem mutatom mi újság. Egy kicsit rejtett doboz ott látszik a háttérbe, mi azt Ika-Ikával érhetjük el, így ide oldalra vissza meg is van, aztán is vagyunk, ság van itt. Itt megtaláltam a rejtett drága követ, ugyanis itt, ahogy megyünk a fogaskerekek fogai között, akkor ha maradunk itt, itt lesz egy rejtett doboz és a rejtett drága kő is. Okay. Vigyázni kell, nitrósok vannak, meg itt van egy doboz fent, aztán mehetünk tovább. Wow, checkpoint. Na itt kell kicsit sietni, azért nem túlzásba vinni a sietséget. Na de sikerült elsőre, jó. Aztán itt vigyázni megint a TNT-kkel, de bal szélen nyugiba maradhatunk. Kiugrunk ide, nagy bumpa, tovább. Van egy slime, na mit a... Wow! Nitro alatt volt egy akumaszk, ez mindig jól jön. Kivéve, ha nem. Na itt a fogaskerekek között van doboz, úgyhogy wow. Úgyhogy ugráljunk végig. Jó, meg vagyunk, akkor pedig jöhet az ötös pattogózás, és megvan így a második akumaszk. Folyón lecsúszunk, itt a végén van egy doboz. Itt sok csapda van, de igazából ki kell várni, hogy mikor mehetünk. Mert a mozdulatlan ellenfelek nem okoznak gondot, akik meg mozognak, azokat ki lehet kerülni. Ezek a bogarak, amik elektromosan ráznak, na azok a nehezek. Itt ki lehet mondjuk őt hagyni, ha így átlósan ugrunk. Ezt elpörgöm, és megyek itt tovább a checkpoint felé, viszont megállok, mert itt a platform között ott van egy akumaszk. Szóval jövök ide, elpörgöm az ellenfelet, ez leesik a platform, és észreveheted akumaszkot. Ja, így megvan mind a három maszk, jöhet a futás, ugrás, de mi van a három maszk? Ez az első halálom. Hát ez nem igaz már. Mi a feladata akkor az akumasknak? Mi? Pedig olyan jól ment, na nem baj. Jött a bónusz, már ez is haladás szerintem. Kész is van, és akkor az utolsó checkpoint. Itt kell kiugorni a fogaskerekek közül. Innen már látszik nagyjából a pályának a vége. Jó, meg vagyunk, és kész vagyunk. Na megvan az összes drága kő, ez igaz? De a tökéletes, Na nézzük invertáltan. Hát ez engem mindig meglep, hogy néz ki. Meg közben a zene, az a retro. Hát ez király amúgy. Attól, hogy nem itt van a rejtett drága kő, attól még fel kell jönni ezért a dobozért. Itt egy checkpoint. Itt van a felkiáltójeles időzítős kocka. Viszont eljövünk, és ide nézünk balra, ahol a pontszám van. Ott van, és ott lebeg a rejtett drága kő, szóval ide jövök, kiugrok és vissza, meg is vagyunk. És akkor megérkeztünk, kész vagyunk. Jó. Na és jöhet az, amire mindenki várt. Talán a legnehezebb pálya, de az biztos, hogy én itt szereztem a legkevesebb drága követ, csak egyet. Toxic Tunnels. Na jól van, lehet, hogy nehéz, de a kedvenc rejtett dobozaim itt vannak. Jövünk szépen a kamera felé, és köszönjük. Lássuk akkor, hol vannak itt. Ott van egy felkiáltójeles doboz, azt összetörjük, vagy hát nem törjük össze, hanem aktiváljuk, tovább egyenesen. Igazából túl sok rejtett doboz nincs, inkább maga a kihívás.
kihívás az, ami nehéz. Nem konkrétan az elején, hanem majd amikor innen kiszabadulunk, mert ez egy hatalmas hosszú pálya. Ott már szembe látszik a szépség, na jó, megvan mind a négy... Wow! Jó, ez igen, ez egy bevezető volt, na ez az! A négy színes drága kő elhelyezve, és akkor kezdődhet ez a kihívás. Lássuk itt, hogyan lehet... ott vannak patkányok is fent. Jó, hogy szépen egyenes, jó. Itt pattogjunk akkor TNT-re, ilyesmi már volt korábbi pályán. Itt pedig akkor merre kell nekem itt? Na várjál itt. Remélem nem volt sehol se doboz, nem csak megyek egyenesen. Jó, és akkor... Hát ha ott azon a két sínen nem volt, akkor ez egy normális volt, jöhet a zöld. Ez csak a bevezetés volt eddig. Nézzük ezt a zöldet, mi is... de már a kötél is ráz. És akkor mikor kell most kell ugolni, aztán tovább, és ott le. Itt pedig... Aha, ott van fent, tényleg ott van fent egy doboz. De itt nekem akkor azt mondja, kicsúszok, ugrok, szélre vissza, ide tovább. Aztán elszedem ezt, jól van, itt meg fel kell majd más kötél tetejére, így, aztán megyek tovább. De most én akkor ezeket törjem össze, nem vagy? Remélem lesz elég bumpa még. Alatta amúgy át lehet csúszni, ezt most kipróbálom, át lehet, ezt aktivált. Nem kellett volna még aktiválni, nem tudok most már felmenni. Na kösz, tényleg nem tudok most már innen. Ide fel tudok, jó, ide még fel tudtam, jól van. Itt meg felül is, meg alul is. Várj, akkor követem az alsót, átugrok, aztán itt maradok. Itt mi? Várj, fölmászni. Várj, fölmászok, lentebb csúszok, fölmászok, és kész, ez az! Jöhet a piros drága kőút. Na, a barátságos, már is egy akumaszkkal kezdünk. Jó, de itt már kevésbé az, hogy ott egy TNT-sre kell átugorni. Bár elég gyorsan mozognak ezek, ezt most hogy aktiváljam? Hát, ha felugrok, akkor kimegy alólam, nem? Vagy várj, most ugrok, és... ez necces, várjál meg Oké, ez jó volt, hogy jönnek itt a jó falonfutás, én egyből indulok, így mi ezt átugrom, na jó, most a sineket ne roncsuk el, ide ráugrok erre, jövök, oké, ennyi volt, jövök ide, itt van szélem kettő, jövök, aztán, oké, ráugrottam, ott bal szélen vannak még, úgyhogy átugrok ide, azt mondja innen. Ide, arra felugrok, elpörgöm, nem pörgöm, akkor ugrok ide tovább, innen pedig szavaztok, én mentem, jó, még éppen elértem odáig, meg ide is, itt felül voltak dobozok, na és itt, itt érkeznek fölfelé, de utána meg, várjál, akkor ahogy már teljesen látszik, most már látszik teljesen, ráugrok és megyek, gyerünk tovább, jöhet a sárga, oké, és sárga pedig, na itt vannak már ezek a, na kezdjünk bele, azok már tüzesek, ennyit lehet látni róluk, aztán megyek egyből tovább, itt dupla ugrás, tovább, aztán itt mi lesz? Hát rá kell ugornom, fentebb mászok, ugrok tovább, de vigyázz nitro, fentebb mászok valamennyivel, megyek tovább, elpörgöm őt, nem kellett volna, jó, az a TNT ott mi újság, várjad nekem a kötérről le kell ugorni, vagy érintem, és az jó, nem jó, de mi van ezzel, hát... De ez egy csalás! Ez most hogy akarta amúgy ezt? Várjál, itt hogy van? Várjál, ezt elpörgöm, kiugrok ide, innen beugrok ide, ezeket felrobbantom. Hát összetöröm, na jó, értitek. És ott van, várjál csak, ott van a kékünek, akkor itt menj. Milyen könnyű az, hogy ilyen Na jó, ne nézzük a fizikáját. Tehát jövök, és az a tippem, hogy amikor leérkezik, akkor kell egyből ugorni. Tehát most. Köszönöm szépen, köszönöm. Innen pedig ugrok erre, ez itt aktiválná magát, de addigra én már el is mentem, ennyit erről. És akkor jött a kék drága kő kihívás, itt most kék drága kő kihívás, csak így lazán, hova víz? Figyelj, ott van felül egy jel, Bandicoot halál, figyeld meg. Hol van Bandicoot halál, akkor mi csak ho. Mehetünk gyalog is amúgy, vagy menjünk így végig? Nekem ez nem tetszik, itt figyelni kell. Ott az meg... nem rázott meg. Azt mondja, hogy a kanyargó nekem nem tetszik. Teljesen kéken világít itt valami. Oké, és akkor ott van a... hallottad? Beleesett a vízbe, ez volt. És itt pedig a rejtett drága kő. Hát ezt én most megmutatom, nulla halállal vagyok eddig itt. És még csak most jön a neheze. Eddig volt könnyű, vagy hát nem tudom, minek lehetne ezt nevezni. De figyelj, itt mentünk be, és itt van...
A dit kellett volna. Jó, akkor menjünk itt. Azt mondja, őt el kell csúszni. Így. Jó, ott végig kell pattogózni. Aha. Remélem jól ott lesz, vagy... Á, rosszul! Várjál vissza! Ó, de most így halok meg, mert... Várjál, csúszok, dupla ugrás, és akkor itt rajta vagyok. Jó, oké, mászkálni végig. Ott van egy patkány, elpörgöm. Ide lent egy doboz vissza. Tovább erre a dobozra. Aztán itt bal szélen... Nincs itt semmi, nem itt van valami? Hát nincsen semmi, jó van? Annyiszor vannak ezek a... Na nem tudom én se, hogy mi újság. Na várjál, itt most én átmehetek alatta, várjál, így átkúszok, aztán meg ne ráz, így mi. Itt pedig már átugrok, checkpoint. És az első bumpás meg. Várjál, TNT-re kell ugorni, utána pedig a kötélre, TNT, aztán kötél. Ez már nem is ráz, itt nincs semmi különös, hát ez itt így lazaság. Ezt átugorj, vagy alatta kellett volna. Ugorjunk itt így erre, aztán na most már bejön ez a tüzezés. Hip-hop. Itt már fölfelé kell mászni, ott lesz megint tüze. Jó, ezt már láttátok nagyjából, hogy teljesít. Ja, itt lesz balra, itt van balra, ott a nagy bumpa. Jó, aztán vissza, ott a patkányra. És akkor itt a checkpoint. Ja, itt tudom, itt sokszor meghaltam azért, mert az a tücsök vagy mi újság mindig ott rázogat, és nekem muszáj a falon futni, és akkor pont belemegyek. Tehát amikor ráz egyet, akkor én indulok, és remélhetőleg jól vagyok. Jövök ide, ugrok egyből erre, aztán tovább. Ja, itt is ez is mindig megrázogatott, na várja, azt mondja, így jövök, elpörgöm. Hú, emlékszek én, itt voltak itt rossz dolgok, mondja, aha, ott látszik, éppen alattam. Ott a doboz, ott van, az le is vitt engem, na itt hogy kellene ezt megcsinálni? Azt mondja, hogy én a platformra jövök, ráugrok, ugrok egyből tovább, erre és megyek ide, átugrom ezt, megint átugrom. Hát ez nagyon izgalmas amúgy, nekem legalábbis biztosan, na a checkpointot meghagyjuk, mert először itt a bónusz. A bónusz is egy checkpoint. Na nézzük akkor itt mi újság, itt most már nyugiba lehet menni, mert ha meghalok, akkor sincs nagy gond. Ha, és egyből, bár az nem számít bele, úgyhogy ez így nincsen. Belőle baj. Itt elszerzem ezt is, ezt aktiválom, jó. Várjunk, itt lehetne ezt összetörni, azt is, meg azt is. Úgy kiszedtem én közülük azt, ezt így kell. Itt ezeket is így összeszedem. Kell a vumpa, mert alig van meg a drága kő. Oda fentre is próbáljuk meg elcsusszanózni, így. Aha, aztán tovább. Hát mi újság? Tovább megyek minden nélkül. Figyeld, hogy megyek. Így tovább ugrok, ennyit erre. Emlékszem még, pedig azt kér. Kérdeztem, hogy na ezt hogy lehet megcsinálni, aztán már meg egyből megy. Van fejlődés a játékba. Megy doboz. Várjál, én innen a felsőre ugrok, aztán tovább. És akkor itt ez a kettő, utána pedig a tüzesre. Na itt hogy kellene ezt elrontani mi? Figyeld, most is elsőre, csak megyek, laza vagyok. Második pumpás drága kő. Akkor mielőtt még a checkpointot elpörgöm, az itteni dobozokat pörgöm el először. Erre ráugrok, és fel akarok jutni oda. Mondom, de mi volt ez? Hát ez egy átverés. Nem akarja az igazságot, vagy mi van itt, innen fel akarok odáig. Köszönöm. Meg még itt ide is felmegyek. Ide megyek föl. Ezek a dobozok is megvannak. És akkor most már checkpoint. Jó, hát remélem nem hallok meg, de ha mégis, akkor ezeket itt nem kell majd összegyűjtenem. Itt van két doboz. Itt van egy fent. Vagy ha elpörgöd azokat a patkányokat, több már nincs is. Ez micsoda taktika. Várjál, de odafent volt doboz, ott azon a platformon, ott odafent. Úgyhogy oda is fel kell mennem. Innen így fel tudok menni. Fel bizony, jó. Meg még itt jobb szélen van bumpa. Jó. Fú, erre nem hallottam amúgy, senki nem mondta ezt amúgy, ez milyen taktika már. Azok mindig bajt okoznak azok a patkányok. Na most akkor mászunk fölfelé megint. Így tovább. Idáig checkpoint. Na gyerünk ezt szépen. Úgy bizony. Hasalás. Lássuk most már a dobozoson meg tudok majd állni nyugodtan. Megállok itt. Majd ráugrok erre és visszafelé kell leszugorni. Erre. Így. Tovább erre, de itt sietni kell megint, de ezt meg kell várnom. Átugrok gyorsan. Oké. Fú, és itt van. Ezt nézzétek! Nulla halál. Megyünk Peti! Köszönöm a szurkolásokat! Menjünk is tovább! Checkpoint! Megvan a flashback tape, és megvan a harmadik bumpás drága. Még nincs meg a flashback tape, de már ott vagyok. Azt mondja, hogy itt kell nekem kiugorni. Na és itt mehetek, azt mondja, hogy erre. Innen tovább ugrok erre. Aztán nem kellett volna, várjál még egy kicsit, de hogy van az a... Hogy van a... Na, ennyi volt! Az a patkány fejjel vagy a... Ott látlak ám, látlak, ott vagy! Várjál, szóval rá, fölfelé nem lehet ugorni, csak így szemből megvárom itt. Ugrok egy kicsit. Így kicsit kellett volna, túl nagyot ugortam át, megértem. És már ezt is tudom. Gyakorlat teszi a mestert, itt maradjunk. Ugrunk tovább ezekhez. Jó, itt ide. Várjál, ezt átugrom.
ezt megint át. Erre itt most melyikre kellene? Itt erre ugrok, mert ez nyugis platform, ugrok ide, ez nyugis. Itt kell akkor azt mondja, hogy erre ugorni, innen meg ez is fentről, innen erre. Ja, itt most így nyomni kell neki, mint a vadállat megállás nélkül, mert úgy jönnek a platformok. Á, de ez mi? Most jó lett, és innen már fel tudok ugorni a célegyenesbe, de azok a denevérek hol vannak? Sehol sincsenek, mert elpörögtem, és akkor most dobok el valamit. Hol? Nem igaz. Itt maradok. Meg akarom mutatni nektek az összes doboz. Itt maradt volna el, ahogy jöttem a legvégén. De visszamegyek, ha kell, figyeld. Visszamegyek, figyeld, én visszafele megcsinálom az egészet. Mi van veletek? Megcsinálom visszafele az egész játékot. Hát figyeld, hát itt lejövök, én végigmegyek, ha kell. Nézd meg, hát én végigjövök vissza. Én visszamegyek a pálya elejére, és csak így meg lehet. Wow. Hát ezt én nem értem. Figyeld, jövök majd invertáltba, ott meg majd meg lesz minden. Na jó, van, meglátjuk invertáltba. Lehet annál a két sínnél, ahogy a négy színes drága köz mentünk, lehet annál volt egy. Na, még előre is tudta. Na, kezdjünk neki. Még egy királymenet. Ja, itt van fenn, ez hagytam itt, ami itt az első sínbe szerintem ez, hogy itt legfelül. Hát szép vagy, Peti. Szóval neked van egy csatornád a Crash Bandicootról, ezt ilyet kihagytam. A szégyed azok már. Nem baj, megtaláltam, ez a lényeg. Úgy tudod helyrehozni a tiszteletet, hogyha invertáltan egyből teljesíted hibátlanul az ekeiszet. Na jó, ezt már is visszavonom, de azért megpróbálom. Lássuk az invertált szépségeket. Juhu. Na jó, ezeknél a vízszinteseknél tényleg nincs semmi. Ott volt az a pálya elején, amit kihagytam, az a nagyon magasba volt ilyen aranybumpás. Hát na, ha élőbe mentem volna, tuti, hogy ott kiabáltak, hogy ott vagy. Jött a piros. Na de ezt már láthattátok, úgyhogy odavágok az invertált drága kölyhöz. Na itt vagyunk ennél a checkpointnál, és ha itt felugrunk, akkor látszik, hogy ott van fent, éppen csak látszik a drága kő. Úgy kell nekünk ezt megszerezni, hogy felmászunk ide, még tovább mászunk, erre, innen csúszunk, ugrunk, és meg is van a drága kő. És akkor itt az utolsó checkpoint, most meg simán feljövök ide, hát ezt nem hiszem el. Na a lényeg, csak bebizonyítottam, hogy meg lehet szerezni a dobozos drága követ. Hú, jól van. Na de valljuk be, sokkal közelebb voltam tökéleteshez, mint az első alkalommal. Itt a Cortex-es boss fight invertált módba. Húha. Na gyerünk, vágjunk bele. Shoot-o-matic. Rá kell hasonlni itt is. Puff. Asszisztens. Hiába lövöldöz. Joi. Lani loli. Laser. Itt amúgy nagyon mozogni nem is muszáj. Puff. És kész. Na, így fejeztük be ezt a Crash 4-et. Már az invertált móddal is kész vagyunk. Megvan a trófeánk. Még maradtak ki dolgok, úgyhogy azok énért visszatérek. 100%-ért el kellett érni az összes drága követ, és a 106%-ért még teljesíteni kell a platina relikviákat, a flashback relikviákat és a tökéletes relikviákat. Ez 2, 4, 6, így jön ki az a 6% pluszba. Remélem tetszik nektek ez a kaland, én köszönök minden támogatást, de azért még lesznek Crash 4 videók, találkozunk legközelebb.